Gondolkodtak már azon, miért vesznek meg egy ruhát? Azzal hitegetjük magunkat, hogy azért, mert jól áll. Ez a stílusunk. Mert az a ruhadarab pont olyan, mint amilyenek mi vagyunk. De nem azért tetszett meg, mert mi szeretnénk olyanok lenni, mint a ruha. Vagy legalább azokra hasonlítani, akik ilyet hordanak. A ruha sohasem egyszerűen egy textildarab. Egyszerre szeretnénk vele hasonlítani és különbözni. Az öltözék és a kellékek jelzik, hogyan látjuk magunkat. Melyik népcsoporthoz tartozunk, szegények vagyunk vagy gazdagok, esetleg, hogy milyen a vallásunk. De azt is, hogy milyen a viszonyunk a divathoz és a hagyományokhoz. Nem csak a ruha, a testfestés, az ékszer is öltöztet. A nomád népeknél az asszony a kincses láda. Indiában néhol a szárit a páncélszekrényben tartják. Peruban takilében pedig a ruhából derül ki, szeretik-e egymást a házastársak. Barátaimat arra kértem, mutassák meg saját kultúrájukat. Norikóval Japánba, Zsárgallal Mongóliába, Ranjittal Indiába, Saiddal Marokkóba, a Szaharába utaztunk. Gergő az ortodox zsidó, Feró pedig az olá cigány hagyományokkal ismertetett meg. Peruban Javier, a Kárpátokban Gyimes felsőlokon pedig Kinga látott vendégül. És így kerültem Amazóniába, Vajamanapóhoz. Az Amazonas őserdejében 40-50 éve még mesztelenül jártak az indiánok. Csak azután jött divatba az ágyékkötő. Már egy ágyékkötő is alkalmas a megkülönböztetésre. Például a vajanák a piros színnel jelzik, hogy melyik törzshöz tartoznak. De idővel a vajanák is különbözni akartak egymástól. Jó 10 évvel ezelőtt, amikor arra jártam, már az őserdő mélyén is kezdett hódítani a trikó, a sort és a baseball sapka. Sőt, karórát hordtak az ágyékkötőhöz, holott nem ismerik az órát. És innentől nincs megállás. A modern kor még a hagyományos viseletbe is beférkőzött. Vajamán veje boldogan mutatja gyöngyből fűzött táncövét. Autó és helikopter van rajta, amit itt az őserdő mélyén még sohasem láthattak. A mintákat a gyerekek Franciaországban készült iskolai tankönyvéből vették. Vajamán napok óta készíti úti batyuját. Jön velünk oda, ahol autó, helikopter, sőt bicikli is van, és mindenki ruhában jár Magyarországra, a mi falunkba. Boldogan próbálgatja a tőlem kapott inget, az oknit és az edzőcipőt. Alig 4-5 számmal nagyobb, mint a mérete. Ezúttal műanyag vödörbe csomagol, hát ha mifelénk is zuhatagos folyón kell majd közlekedni, és el ne állzon a sok szép alsónadrág, amit egyik lánya szerzett neki valahol. Az indulás reggelén Vajamán hősiesen küzd a cipőfűzővel. A rettenhetetlen vadász és bölcs mesemondó sok mindent tud, amihez mi több diplomával se konyítunk, de most valami olyat kell megtanulnia, amit a nyugati kultúrában már az óvodások is tudnak. Végre sikerült felvenni a cipőt, de akkor jött rá, hogy nincs még rajta a nadrág. Viszont nem szeretné összepiszkolni a csinos sortot, amit a család választott neki az útra. Vajamán alig ha értené, miért nézik Soltvad kerten furcsálkodva Zoli ingét és mellényét, amit évek óta Erzsi néni var. Kukas, mert a... olyan sok kacatot rávarrat némelyikre, hogy ilyen pántlik, ami olyan, hát ez nálunk magyaroknál nem szokás. Én ezt vállalom, mert hát én cigánynak születtem, ebbe az öltözetbe nyőttem föl, setti fogva is vállalom, mert ez egy szép öltözet, gyönyörű, szép. Szép. Csak sajna már nem használják sokan, és ez probléma. Ha egy magyar faluban valaki még hordja a viseletet, a szívünk melegszik. De Zolit, Feró barátját Soltvadkerten furcsa figurának tartják, pedig ő is csak hűségesen ragaszkodik saját hagyományaihoz. Bettinek, aki beás cigánylány, és Ferónak, aki a lovári törzshöz tartozik, tulajdonképpen tetszik Zoli háza, de ők már nem akarnak így élni. Zoli 30 éves, rokkant nyugdíjas. Házikóját a cigány hagyományok szerint rendezte be. A szentképek a falon, a dísztárgyak a vitrínben, a családi fotók a szekrényen, mind úgy állnak, ahogy Zoli nagyapjánál, dédapjánál látta. Az a jó, ha mindenki a saját fajjából vesz, mert akkor megmarad a nyelve, megmarad egy ezer éves múltjuk, meg másabb lesznek a gyerekek. És nekem lesz gyerekem, az beszélni fog cigányról, függetlenül attól, hogy a barátnőm sváblány. De ha egy lovár cigány, először egy lovár cigány asszont, azt már nem kell betörni, nem kell neki azt mondani, hogy most ez a
a törvényeink, ezt így kell megélni, ja, a magyar asszony se kell betörni. De! Hogy kell betörni egy asszonyt? Taníts már meg ember. Egy magyar asszony... Egy harmadik házasságban már szeretném azért. Ezt akartam. Egy magyar asszony nem tud semmit a cigányok. Na, hogy kell betörni egy asszony? Mert egy asszony ahhoz, hogy hát magyar asszony betörjé, sokat kell tanítani. De mire? Nem szabad, mondjad, hogy mire? Nem szabad például egy közösségbe nadrágot fölhúznod, szoknyát kell fölhúznod. Nem húzhatod fel a mini szoknyát, csak a hosszú szoknyát. Zoli már ebbe született, így nőtt fel, de mondjuk például én, hogyha hirtelen kivetköznék magamból és felhúznám a kásmér szoknyát, azért szerintem kiröhögnének. Az én gyerekem még az én viseletemet fogja hordani. Így, na majd azért azt meglátjuk még. Hát ez már biztos, sőt a húgomnak van egy fia, 5 éves, és már bizony, amikor átjön, az is felhúzza a mellémet, felhúzza ezt a nagy cigányos ingemet, a fejébe rakja a kalapot, van a pipát, amikor a szájába rakja, és lilla a küszöbre, és mondja nekem hozzám egy pálinkát. Nagyon hosszú az ujja, nagyon bő, ugyebár, mert hát a hagyomány ehhez tartozik, ezt kívánja. Igen, hát ezt kívánja, meg az én is. Fölösen gondos, tudom, meg gondolom, mert még megfúlvaltam olyan. Tudom, meg te nem is szoktad, így szoktad hagyni. A régi cigány öltözetben a nagy minták, a virágok, az élénk színek, a romák életörömét mutatták, és nyilván az indiai múltból eredtek. Régen a hagyományos öltözetből, inkből, kalapból, csizmából pontosan lehetett következtetni viselője foglalkozására, nemzetségére, rangjára. Aztán a színes viseletet lassanként felváltotta a keményített, frissen vasalt fehér ing, majd a mai divatos holmik. A romák így próbáltak alkalmazkodni a többségi magyar öltözethez, és az élénk színek lassan a női viseletből is eltűntek. Nézd, meg egy nagyon vagány, ez egy tipikus cigány. És ez mitől tipikus? Egy tipikus. A rózsájaitól, aranysújtároktól. Én már csak népi együttesekben láttam ilyen ruhákat, amiket te hordasz, akkor ilyen cigány. Hát táncol. Igen, mert ilyet már nem hordanak. Ez már a múlté. Igen, ez megy a feketén. Na, hát ez mindjárt más. Jobban megy hozzá. Ennyi át az ügy. Az indiai vándor cigányok ma is hordják azt a viseletet, amihez hasonlóban Zoli nagyszülei és dédszülei jártak. A díszes ruhákat és az asszonyokon az ékszereket valamennyi nomád nép becsben tartja. Például a berberek Marokkóban. Ház, autó, televízió és bankszámla hiány az asszony mutatja a család gazdagságát. Ez persze, ha belegondolunk, nálunk is megvan, csak a partikon a családi ékszereket a márkás cuccok és a divatos kiegészítők helyettesítik. A mongoloknál az a mondás járta, hogy az asszony a család vagyonát a fején hordja. Ma már csak múzeumokban láthatók a hagyományos öltözetek és ékszerek, amihez hasonlót honfoglaláskori őseink is viseltek. Zsárgáléknál is csak töredékekben maradt meg a nomád családi ékszer. Ez is egy női hajdísz, amit a lófarogot kötött coppa így belecsatolva hordták ezt. És ez micsoda? Ez egy nyeregdísz. A mongol fanyergeken lévő ülőpárnát ezzel rögzítettük a nyeregre. És akkor ezt így bedugtak és széthajtottak? Így van, igen, így van. És mint a csillagok háborújában egy ilyen mongol fejdíszt lehetett volna látni, nem? Igen, én tudom, aki ifletet kapott a fejdísz alakítására, az egy ilyen mongol női haj és a fejviseletnek a formájára tervezte. A királynőnek van? Így van, a csillagok háborújában, Amidala királynőnek, igen, a fejdíszít. Az elmúlt évtizedekben ugyan sokat változott a japán ízlés is, de a hagyományokat és a modern kort azért mégis a japánoknak sikerült a legjobban összebékíteniük. Valamikor azt mondták, a japán nő orra, mint a virágkehely, álla, mint a sütemény, könyöke, mint csirke a tojásban, lábikrája, mint az angolna husa, felső karja gömbölyű, mint a béka hasa. Ez nem sértés volt, ez volt a 17. századi japán nő ideál. Japánban a szabályos szépséget sose becsülték sokra. A természet se szabályos, mondják a japánok.
Noriko nagymamájának még alig volt európai ruhája. A fiatalok között ugyan megint kezd divatba jönni a hagyományos viselet, de Noriko alig néhányszor hordott ilyen ruhát életében. Elkél a segítség. A kimono anyaga, színe és mintája mindig az alkalomtól és az évszaktól függ. És hátizsák is van hozzá. A japán embernek az alapját így legszebben mutatja, hátulról nézve. Tehát ez a dísz, teljesen, nincs semmilyen funkciója. A japán női öltözet sohasem volt kihívó. Szinte minden eleme arra törekszik, hogy elől-hátul eltüntesse azt, ami nekem európai szemmel vonzó lenne. Mert Japánban más tekintettek szépnek. Ahogy a 17. századi művész mondta, a szép japán nő melle és hasa lapos és fehér. Viszont a nyaka úgy hajlik, mint a darujé. A felkelő nap országában a női erotika tárgya sokáig a haj alatti nyakrész volt. Vagy maga a haj. A japán nők ma is különleges figyelmet szentelnek a hajuknak, a kozmetikai reklámok fele hajápolóz. A fizurából lehetett megállapítani, hogy egy nő férjes volt-e vagy hajadon. Sőt, az anyagi helyzetét is, mert a díszes hajpálcikákon, fésükön kívül más ékszert nem hordtak. A hajnak és a szőrzetnek amúgy is kiemelkedő szerepe van szinte mindenütt a világon. Korábban láttuk, hogy ünnepélyes hajvágással jelzik a csecsemőkorból a kisgyerekkorba való átmenetet az andoki indiánok. A mongolok az ázsiai sztyeppén és Budapesten a haszid zsidó. De a csecsemőkorból kinőve Indiában is leborotválják a hindu gyerekek fejét. Az asszonyok a kultúrák többségében csak férjük előtt járhatnak hajadon főtt, nehogy kihívók legyenek. Az iszlám országokban vagy a mediterrán vidéken élő asszonyok ma is eltakarják a hajukat, ahogy régebben nálunk is bekötötték a menyecskék fejét. De a vallásos zsidó nők is kendőben járnak, vagy parókát viselnek a valódi hajuk fölött. Indiában a szik vallásban a férfiaknak sem lehet hajadon főtt járni. Sőt, egy hívő szik élete során sohasem vágja le a szőrzetét. Mindig érdekelt, hogyan fest egy felnőtt ember szakála és haja, amihez még nem ért olló. A faggatózást a nadrág felől kezdtem, de Ráncsics segítségével, aki maga is szik, noha már nem hord turbánt, végül eljutottunk a lényeghez és bemehettünk a hálószobába. A szik férfiak felcsavarva hordják szakálukat és turbán alatt viselik a hajukat. Azt hittem, ha kibontják a szakálukat, legalább a térdükig ér. De nem. A tévedéseim sorozata itt még nem ért véget. Ez most a szári, amit a... Nem, ez a turbán lesz. Ez a turbán? Egy vallásos szik harcost öt kellékéről lehet felismerni. A vágatlan hajról és szakáról, a fésűről, ami összetartja a hajat, a karperecről, az alsónadrágról és a törről, amit még éjjel is az oldalán hord. Közben arról beszélgetünk, hogy a férfi és a fiatalasszony családjának is fontosak a hagyományok. Ezért, amikor a fiatalokat összehozták, ez is szempont volt. Mert vendéglátóimat, ahogy az indiai fiatalok 98%-át a család boronálta össze. Nekem úgy tűnt, mintha szerelmi házasságban élnének, mondom az asszonynak. Mindenki így gondolja, feleli büszkén. Hogy elnézem, a szik férfi jóval tovább öltözik, mint felesége, annyi dolga van a szakálával. Zselével tömörítik a szakált, amit ideglenesen egy szalaggal fognak össze. A hindu szik összecsapás idején a menekülő szik férfiak kénytelenek voltak levágni a hajukat és leborotválni a szakálukat, hogy elvegyülhessenek a hinduk között. És stílus van, hogy ki milyet választ, és akkor attól függ, hogy milyen hosszú és divatos, van divatos turbán, és igen, nagyobb és szélesebb. Milyen van, valaki úgy használja, mint a királyok, valaki még itt más, most többféle van, 10-15 féle létezik. És ez egy divatos turbán, vagy ez valami? Na, meglátjuk. Nem csak a turbán kötése lehet divatos, a színe is. Vendéglátomnak vagy 50 turbánja van. Az anyagát, a színét, a mintáját a ruhához és a nyakkendőhöz válogatja.
Hát ez se egy kapkodós műfaj. Szoktam figyelni, hogy mikor milyen ruhadarabokkal, kiegészítőkkel próbálom megfogalmazni magam. Ahogy egy menedzser márkás órájával, öltönyével, nyakkendőjével, cipőjével jelzi a státuszát. Vagy egy diák farmerrel, pólóval, kapucnis pulcsival, edzőcipővel vállal közösséget a korcsoportjával. Mint láttuk a szikkeknél, a haj és a szakál, a karperec, a fésű, a gatya és a tőr, a mongol férfiaknál a kalap, a kés, a kaftán és a tubákos szelence mutatja a hovatartozást. Az indiai nőknél a szári anyaga és az ékszerek jelzik az anyagi helyzetet. Peruban a Titikakató közepén pedig a díszes öltözet még érzelmi kapcsolatot is jelent. Itt a férfiak varnak, kötögetnek. A haszi zsidó vallás jelképei a cicesz, a pajesz, a szakál, a kaftán és a kalap. Gergővel és Annával Bálintékhoz megyünk vendégségbe Budapesten. Az ortodox zsidóknál csak a férfiak fognak kezet. A nők megpuszíják egymást, de idegen férfi nem érintheti az asszony még köszönéskor se. Bálint vállalta, hogy bemutatja a haszi zsidó öltözetet. Az ing alatt hordjuk a cicest, ezt a négy, ezt a ruhadarabot, ami egy mély sarka van. Alsó trikóra ráveszem ezt rá, és arra veszem az inget. De ennek mi a jelentősége, vagy mi az eredete? Ez egyetlen szerep a Bibliában, hogy ha van egy ruhád, aminek négy sarka van, akkor tegyél rá szemléltető rojtokat. A 613 most számra emlékeztet a csomók számú, illetve a név a cicitnek a számértékéből. És így emlékeztet minket a 613 parancsolatra. A kaftán az vagy gyakran sejem volt, nekem is volt egy sejem, amikor esküvőn hordtam, de hát az idő után megkapott. Fordítva van a gombolása, mint a hagyományos férfi gombolás? Ez ilyen jó megfigyelés. Ez egy haszit szokás, a jobbra tesszük a hangsúlyt, a jobbra a pozitív, és így a jobb van fölül. Ez jön még ugye egy mindenki kalap, hogy kinek milyen kalap van. És imához szokás ezt az övet fölvenni, ami megint ünnepen, szombaton egy ilyen szebb vastagabb, ha valaki megnek, hogy sejemöv. És ezt rákötik a kaftára kívül? Tehát ez kívül hold egy övként, aminek a funkciója gyakorlatilag elválasztani imához a test felső és alsó részét. Egy páncélszekrény van itt. Ja, ruha. Bombéban Ranjit barátai is beengedtek a hálószobába. Bárti azt mondja, azért tartja páncélszekrényben a ruháit, mert drágábbak, mint az ékszerei. Csóitindráik szerényen élnek. Hogy vagyonos a család, az inkább a páncélban felhalmozott értékes szárikból és az ékszerekből derül ki. Egy szárit nem könnyű felvenni. Nem olyan, mint egy kis nyári ruha vagy farmer, amiben csak úgy beleugrik az ember lánya. Egy igazi szári 6 méter hosszú. Blúzt és alsó szoknyát vesznek alá. Aztán trükkösen feltekerik magukra. A fiatalok már európai ruhát is viselnek, de Bárti még a diszkóba is száriban jött. A rögtözött családi divatbemutatón láthatjuk, hány színből, anyagból lehet szárit készíteni. Az évszaktól, a viselője korától, anyagi helyzetétől és ízlésétől függően. A szári roppant praktikus. Nem lehet kihízni, nem lehet kifogyni belőle, és nem megy ki a divatból. Kicsit aggódtam az indiai lányokért és asszonyokért, hogy romantikus pillantokban nehéz lehet lefejteni. De megnyugtattak, hogy csak az öltözködés tart sokáig, a vetközés gyors és izgalmas. Az indiai férfi divat is megtartotta a hagyományos vonalakat. A színes, drága kelméből készült együttesben és a laza sálban a fiatalok olyanok, mint a keleti hercegek. Az idősebbek, mint házigazdánk papája, ma is inkább a hagyományos fehér, úgynevezett kurta pidzsámát hordják. Ezeket egyszerűen csak szövik, és nincs rajtuk drága kézi hímzés, mint az újabb indiai férfi ruhákon. Na aztán, ha igazán gyönyörű ruhákat és ékszereket akarunk látni Indiában, akkor esküvőre kell mennünk. A mennyasszony készségesen elmagyarázza, hogy egy ilyen esküvő egész vagyonba kerül. Az esküvőre több száz vendéget várnak,
több drága szárit csináltattak neki. A súlyos aranyékszereket pedig csak éjszakára teszi le. A menyasszony kezére a vőlegény nevét, szent szövegeket és díszeket festettek hennával. Indiában a testfestéket már az iskolás kislányok is használják. Én azt hittem, valami pecséttel nyomják rá, de kiderült, hogy maguk festik. A henna festés igazi kézműves mesterség. Most éppen Marokkóban gyönyörködhetünk benne. Ez valószínűleg az egyik legősibb művészet, hiszen még ruha sem kell hozzá. Nem véletlen, hogy a henna rokona a tetoválás, a polinéziai szigetvilágból érkezett hozzánk, ahol ruhára nem sokat költöttek. Azért szerintem a henna jobb, mint a tatu, mert ez legalább néhány hét után lejön. A henna és a tetoválás nem egyszerűen díszítés. Sok kultúrában ünnepi és spirituális üzeneteket festenek, tetoválnak a testükre, vagy a közösségben betöltött helyüket jelölik a mintákkal. Peru hegyei között pedig, bármi furán hangozzék is, van olyan hely, ahol a ruha érzelmi kapocs férfi és nő között. Az Andokban is többnyire az asszonyok szőnek, kötnek, de a férfiak gyakran segítenek a fonásban, a festésben, sőt a varrásban is. Peru és Bolívia között a 4000 méter magasságban elterülő Titicaca-tó közepén fekvő szigeten Taquilé-ban már valóban megfordult a világ. Az asszonyok pásztorkodnak, miközben a férfiak békésen kötögetnek és pletykálnak. Minél szebben köt egy férfi, annál nagyobb a becsülete az asszonyok között. A sapka színe jelzi, hogy viselője házas-e vagy legény, illetve hogy van-e valami választott rangja a közösségben. A kötött sapkák mintája úgy mesél, mint mifelénk a népmeség. Ha valaki ért hozzá, olvashat belőle történeteket a túlvilágról, az égig érő lajtorjáról, vagy a reménységről. Az asszonyok itt is sok szoknyát hordanak, mint régen a magyar vidéken. De az öltözködésben, Taquilé-ben a férj segít. Tükör hiány az asszony nem tudja megállapítani, szépen mutatnak-e egymás fölött az alsó szoknyák színei, és pontosan fedik-e egymást. Ezt a férnek kell ellenőriznie. A derekat vastag öv védi, mint általában a hegyvidékeken. Ez tulajdonképpen olyan, mint egy fűző. A vastagabb része az tartja a hátat és a derekat, mert amikor dolgoznak, akkor 50 kg krumplit is fel kell emelni, és a külső borítása az pedig maga a dísz, és ugyanazt hordják a férfiak, mint a nők. Mert mind a ketten ugyanazt a munkát is végzik. Általában a férfiak azok, akik varják a ruhákat, ő maga hímezte az övet, ami a fűző fölött van, de a ruhát a férje készítette. A ruhák mintái a természetet ábrázolják, stilizált virágot, hegyet, völgyet, folyót. Az öv pedig egyben kalendárium. A képek pontosan mutatják, hogy az egyes hónapokban mi a teendő a mezőgazdaságban. A férfiak varják az asszonyok ruháit, az asszonyok pedig a férjükét. Az Andokban ez is a szerelem és a kölcsönös megbecsülés jele. Ünnepi alkalmakkor a férfiak parókát viselnek. Ugye az ősöknek azelőtt, tehát még a nagypapák korában, akkor ilyen hosszú hajuk volt a férfiaknak, és befonták a hajfonatot, copfot, mint a nők. Ezért, amikor szépen fölöltöznek a tánchoz, akkor a férfiak női hajfonatból hosszú hajat készítenek maguknak, parókát. Nem azért hordanak rövid hajat, mert hogy az a divat, hanem hogy egyszerűen a spanyolok betiltották a Tupac Amaru felkelés után, az indián felkelés után, a spanyolok betiltották, hogy az indiánok hosszú hajat hordjanak, azóta rövid a haj, és ezt a hajat kell most ilyen ünnepi alkalmakkor női parókával pótolni. Az indián legenda szerint kezdetben a világ színtelen volt.
de egyszer a nap belehullott a titikakatóba, s már fuldoklott, amikor a szintelen szivárvány kimentette. A nap a színekkel ajándékozta meg jótevőjét, a szivárvány pedig továbbadta a színeket az inkáknak. Legközelebb meglátjuk, hogy nem muszáj mindig csak operába járni, meg Thomas Mann-t olvasni. Lehet szórakozni egy mongol birkózó versenyen, vagy lehet kígyó bűvölést nézni Indiában. De jó mulatság egy tréfás gyors fotózás és a karaoke is. Esetleg egy buli a szabadban. De ha mindenáron tévét akar nézni, akkor nézze legalább a Világfalut. Jövő héten ugyanebben az időben. Viszontlátásra!